két okos eles. Az igen, az a crazy elindítás, az intro az, hogy megnyomja a gombot. Crazy. Kíváncsi vagyok. Hogy hogy jött Visperton egyébként, hogy alapjáraton, hogy két okos jelenség, annyira nagyok lett a két okos, hogy már Visperton is beszél. Nem mint hogyha, érted, hogy Visperton beszél valakiről, az már azt jelenti, érted, hogy valami nagy dolog, csak hogy érted, ilyen nem gondol, szóval hogy kirel az utolsó ember, aki érted két okos véleményt, vagy jelenséget, vagy ilyesmi írót csinál, nem a Vispertonra gondolnék, őszintén. Keresem a szavakat, de őszintén nem tudom, hogyan kéne elkezdenem egy ilyen videót. A felesleges feszültségkeltés, konfrontálódás, internetdráma. Amely úgy döntesz, hogy megnézed ezt a videót, kérlek az elejétől végéig tedd, így teljes képet kapva jelenleg kialakult helyzetről. Másképp egyébként nincs értelme. Egy picit is ismert tudja, hogy mérhetetlen távol áll az én karakteremtől. Azonban pár hát eszembe jött velem egy rettentő abszurd jelenség, ami mellett egyszerűen képtelen vagyok elmenni. Hogy van az egyébként, hogy a két okos szinte csak negatív véleményt hallasz oldalakról, de amúgy meg sokan szeret? Én nem értem. De durva amúgy. A Twitch nevű streaming platformon körülbelül egy éve rapid növekedésnek indult egy tartalomgyártó páros, akik két okos néven futnak jelenleg a közösségi médiában. Ice és KDS, azaz a két okos, egy szinte szektához hasonlítható követőbázist építettek fel maguknak, formatív éveikben levő Szekta! Mármint mi az a szekta? Mitől szektás egy? Nyomó többségben 12-3-4 éves fiatalokból, akik gyakorlatilag isteni szintre emelték őket. Igen. De szeretem! Na most ez azért nem szekta. Azt gondolnák túlzok, de az övékhez hasonló befolyással, ilyen elrettentő kultikus imádattal én még soha korábban nem találkoztam a magyar médiában. Minden létező emberi morális értéket felrúgva, a páros gyakorlatilag a gyűlöletkeltés létező összes aspektusát érintve, a homofóbiától kezdve a transzfóbián, himsovinizmuson, gyermekbántalmazáson, fogyatékkal élők megbélyegzésén és body shamingen keresztül a nőgyűlöletig, minden témában megnyilvánul, és szavaikat ezek a fiatalok úgy isszák, buzizókat téhozom, és még nem permázok. Ja igen, nagyon fontos chat, nagyon fontos... Úristen, chatet mondtam, nem akarok chat, barátaim, spanyaim. Szóval ne bunkózzatok a chatet, jó? Először hallgassuk meg mind a két oldalt, és majd megbeszéljük utána egymással a véleményünket, jó? Szóval no buzizás, meg no kétokos faszopkodás, meg ilyenek, hanem straight up meghallgatjuk a véleményét. Ha mond, érted, ilyen crazy-t, mint hogy azért, mert kimentek a Simon's Burger elé és énekeltek egy beszélek a bornak vízé dolgot, attól függetlenül, érted, hogy ilyeneket lehet, ezeket a kiemelni. Legalábbis a Biblia sorait olvasnál. Tudod, mi a jó élet, amikor nem kell megtanulnod mosogatni, mert mindig van egy nő, aki elmosogat helyetted. Valami miatt kompenzálsz, lehet azért, mert tolószékes vagy, mindenki telébe szarja. A hogy tolószékes vagyok? Igen. Úgy nézel ki, mint egy kis buzi, bazd meg, mint egy kis köcsög. Oké, a kis buzi, azt én is szoktam mondani, én is szoktam buzizni. A buzizás az egy olyan dolog, figyelj, hogyha csak úgy mondom, hogy te... Na most nem akarok, most az a baj, aztán olyan bukulak ére. Az alapjától ezt fogok kimondanám, de most érem, megszeppeltem. De hogy érted, azt mondom valakinek, hogy köcsök buzi, az olyan, szóval nem azért mondom, szóval nem buzi, mármint érted, hogy a buzizás az nem úgy buzizás, mint ahogy a melegekkel. Az a baj, nem tudom, hogy összekötni a kettőt, várjál. Hogyan tudjam ezt a kettőt összekötni úgy, hogy ne jöjjek ki rosszul belőle? Sehogy, inkább menjek tovább, és fogjam be a számot. Oké, köszi szépen. Kurva. A kurva anyádat! Leszeretném szögezni, nem kell, hogy velem szimpatizálj. Nem kérem, hogy érts egyet azzal, amiben én hiszek, és amilyen elvek alapján én élem az életem. Így de van. A tény, hogy két 20 éves fiatal milliókat keres havonta a már az országban vezető, egyidejűleg 5-7000 megtekintéses streamjeikkel, ahol az utálatra, gyűlöletre és bántalmazásra tanítják a gyerekeket. Szóval. Talán megér 30 percet az életünkből és egy másik szemszögből való megfigyelést, még akkor is, ha engem ki nem állhatsz. Pont tennap láttuk az izét, aminek amúgy ezt vártam, hogy ki fog jönni a második része, de nem jött ki a második része, szóval átvertek, hogy egy hét múlva találkozunk, mert nem egy hét múlva találkozunk, hanem több mint egy hét múlva találkozunk, na mindegy, ha nem értem, miről beszélek, akkor tegnap azt a vitatkozós. Szóval most meghallgatjuk a vitának a másik oldalát is, bár a két okos oldalát nem hallottam amúgy, hogy most akkor... Nem beszélnek helyettem a tények, lássuk, milyen témákban nyilvánul meg a két okos. Eddig body shaming. Ajaj, ez nem érezzek. Jaj. Miért a body shaming? Miért a body shaming-gel kezdünk, ami nekem az én fő bűnöm. Segít megőrizni az évek színeket és a ruhák alapját is. A buzizás, a ruhák. Join large scale battles with military vehicles. The online action game War Thunder has received a major update. Direct hit. Joining the battle. Kedvencem. A nehezén túl leszünk. Akkor is egy meleg ember fölök kurványázott, aki nem tehet erről, hogy ő meleg,
és ezt vetítik a fiatal nézőiknek. Nem tudtam ezt a kontextust, szóval mehetünk. Mikor a gigacsed arcú, 120 kilós dagat nő, elkezdi magára, hogy 10/10-es. És a barátnői meg adják alá a lovat, hogy igen, jaj, igen, egy kingdom, egy slay, 10/10. Az közben geci egy ízilóról beszélünk, most nem akarom geci lenni, baszki. De nem nézel ki jól, és el kell fogadni. Menj le a kibaszott edzőterembe, vagy nem tudom, tegyél valamit magadért, de... Kezdjük ott, hogy lehet így beszélni egy nőről, férfi létel? Fáj magamban tartani a gondolatomat, esküszöm próbálkozok, jó? Azért értékeljétek a próbálkozásomat, jó? Akkor is, hogyha majd kicsúszik, meddig tart ez a body shaming dolog? Hú, még egy percig, úr is. Te overall bárkiről a testi adottságai miatt gender független. Ez nem adottság! A dagadtság az nem adottság! Amit jó, vannak betegségek, vannak aki betegségből dagad. És egy, van olyan, aki persze beteg, jaj, pajzsmirigy probléma, meg mit tudom én, de attól függetlenül, hogy ő is, szóval van olyan, hogy van betegséged, és még direkt leszarod, mert jaj, nekem betegségem van, és leszarom, és úgy vagy dagadt, vagy betegséged van, és mindent megteszel, hogy a legegészségesebb és a legformásabb legyél, amit ki tudsz magadból hozni. A kettő között van különbség, és aki, elmondom neked, akinek betegsége van, is tud úgy kinézni, hogy ne mondjad rá azt, hogy úristen, de kövér. A másik, meg szóval, hogy az, hogy olyan a test alkatod, hogy húsisabb vagy, a húsis az nem dagadt. A húsis az a, érted, az a nehéz csontozatú. Azt mondom, oké, de aki dagadt, érted, aki dagadt, a jobba, az más. És én annyira utálom azt, amikor jaj, most miért sértegeted a másikat, miért dagadtozod le? Mert dagadt! Ha azt mondod, hogy sértés az, hogy valaki dagadt, az olyan, mintha azért sértődném meg, mert azt mondom, hogy szőke vagy. Mert az, hogy érted, az, hogy szőke a hajszíned, ezért szők, azt mondom rád, hogy te szőke vagy, mert hogy szőke a hajszíned, hogyha dagadt vagy, akkor azt mondom rád, hogy dagadt vagy, mert dagadt vagy. Érted, ha téged neked ez fáj, akkor fogyjál le, és nem leszel dagadt. Érted, akkor ne rám haragudj azért, mert elmondom, amit látok. Nyilván az teljesen más, amikor azt mondod valakinek, hogy igen, te egy koca vagy, te dagadék, te szar vagy azért, meg így tudom én, az teljesen más, amikor utána már bántod is vele, de az, hogy letagadtozol valakit, az nem bántás, meg ez egy olyan dolog, ami ellen lehet tenni. Az, hogy a body pozitivitás, az nem erről szól, az arról szól, amivel úgy születtél. Tételezzük fel, hogy vannak ezek a pigmenthiányos emberek, és akkor össze-vissza ilyen foltos, vagy tételezzük fel, volt ilyen tűzbalesetben, és akkor az a bőre leégett az embernek, és akkor ilyen csúnya, ilyen Deadpoolosan néz ki. Oké, body positivity, őt szeressük, őt védjük, érted, minden gonosz embertől, de hogyha tudsz ellene tenni, és tudjuk, hogy nem egészséges, szóval azzal, hogy én azt mondom neked, hogy egyél egészségesebben, egyél több zöldséget, ne egyél annyi cukrot, csokit, ne egyél annyi cukros üdítőt, egyél zöldségeket, gyümölcsöket, próbálj foglalkozni magaddal, azért már azt akarom, hogy tovább éljél, egészségesebben, boldogabban éljél, azért én miért vagyok bunkó? Ha? Na mindegy, menjünk tovább, úristen. Fú, kiadtam magamból. Ez kicsit olyan volt, mint amikor próbáld visszatartani az elélvezést, és nem sikerül. Menjünk tovább. De most már túl leszek rajta, most már kiadtam. Igen, van, hogy rajtunk kiváló, például hormonális problémák következtében lesz valaki túlsúlyos. Például PCOS, magas kortizol szint, vagy pajzsmirigy alulműködés, okozta anyagcsere lassulás. És hidd el, tudom, mert egy nagyon... De kíváncsiak a tévelemetekre is gyorsan. Így is úgyis meg fogod bántani őt, szóval tök mindegy. Kit bántok meg? Amúgy, ha nem tetszik két okos tartalma, ne nézd. Te most jöttél ide, vagy miről? Most magyarázom, az egész idáig magyaráztam, hogy nincsen semmi bajom velük. Nekem, érted? Én nem nézem őket, viszont nincsen problémám velük, valószínűleg azért, mert nem láttam a kontentjüket, amivel amúgy az embereknek problémája van. Te most jöttél ide amúgy, és akkor elkezdesz magyarázni, mi a bajod van amúgy? Miért kell bántani egyből? Ember, a ti oldal, se, nem vagyok senkinek az oldalán, na. Szóval, érted? Szóval, nem mindegy. Tények nyelvén beszélsz. Köszönöm szépen, Geri, amúgy ide rakom, hogy lássátok ti is, hogy minket olvasok, akik öröklik. Nyilván, igen, örökölheted a testalkodat, a testalkatodat, mindent, de attól függetlenül, ha egészségesen kajálsz és sportolsz, és mindent jól csinálsz, akkor nem leszel nagyon dagadt. Érted, szóval az a dagadt. Nem, na mindegy, ráeszem, oké, nyilván, én nem azt mondtam, én nem erről beszéltem, hanem az én enyémet mondtam ki gyorsan. És húsosabb vagyok, de szeretem magam, szeretek sár. De érted, pont Niki, ez a lényeg, hogy ha úgy érzed, szóval én nem azt mondtam, hogy azzal van baj, hogy kövér vagy, hanem azzal van baj, hogy neked elhitetik azt, hogy igen,
te így vagy jó, de te amúgy nem érzed magad jónak, de azért mondod magadnak, mert mások mondják azt, és hogyha valaki azt mondja neked, hogy kövér vagy, és te megsértődsz, akkor az azt jelenti, hogy te nem érzed úgy jól magad. Viszont tétezzük fel, hogy van egy kövér ember, aki azt mondja, igen, én így érzem jól magam, én nem akarom feladni a rossz kaját, én nem szeretem a sportokat, én inkább chilles életet szeretnék élni, nem akarok ezekkel foglalkozni. Oké, ez mindenkinek a szíva joga, én nyilván nem próbálom lebeszélni róla, mint barátom, mert szeretném azt, hogy minél tovább a barátom legyen, mert azt szeretném, hogy minél egészségesebben és minél tovább éljen mellettem. Nyilván ez a legjobb szándékom, érted, felé. De, hogyha ő úgy akar lenni, és nem erőltetem rá, és lekövérezzük, és akkor nevet vele, érted, szórak, mert őt nem sérti, mert tudja, hogy ő az, és ő ilyen akar lenni, érted? Én kigyúrom magam, és azt mondják rám, hogy úristen, te izom vagy, te úristen, te vagy a legizmosabb ember, nem fogok megsértődni, érted? De mondom a legmélyebb témában, ez az egyetlen téma, amire évekig el tudnék beszélni, nem tudtok megállítani. Próbálok, csak az a baj, hogy jó, hogy ti is beszéltek róla, mert akkor én is vagyok. Hogy lehet szépen mondani, azt, hogy simán dagadt vagy. Dagadt az, hogy azt jelenti, hogy dagadt. Az van, hogy kövér, túlsúlyos. De szerintem amúgy nem tudom, amikor kövér voltam, én is voltam, hogy a másik az, hogy én is voltam, én dagadt voltam, érted, nem mozogtam, ratyi voltam. Majd nem azért voltam ratyi, mert dagadt voltam, hanem szépen ratyi voltam, nehogy összekössétek és kifordítsátok a szavamat. Szóval régen voltam dagi, és tudom, milyen érzés. Valaki klippelte, úristen, de ne csináltok ebből nagy ügyet, én nem akarok teljesen senkit bántani, szóval én amikor lekövérezek valakit, és viccelődök ezzel, nem a bántás a szándékom. Szóval bántása sose a szándékom azzal, valakit azért bántani, mert kövér, csak ezért nem fogom. Akkor viszont foglak, amit például Ice mondott, hogy én egy 10/10-es királynő vagyok. Én vagyok a legjobb a világon. Érted? Te egy szar vagy hozzám képest. Akkor nyilván ott lesz, amikor felbasz egy ilyen ember, akkor lehet ott lesz a vocabulary-be az, hogy az egy kicsit tagadt vagy, érted? Na mindegy. Nagyon kedves barátom Ágyesen. A body positivity mozgalom, amiről pedig te beszéltem, a kóros elhízást és hogy a szív, illetve érrendszerre káros hatást gyakorolt súlyfelesleget népszerűsíti, hanem az akár saját, akár kívülálló okok következtében időtött személyek állapotának elfogadását normalizálja. Ez nem azt jelenti, hogy ez ellen nem kell tenni, és végképp nem amellett kampányol, hogy kórosan elhízottnak lenni milyen trendi és szexi. Csak társadalmilag igyekszik érzékenyíteni és tudatosítani az emberekben, őkettől nem lesznek kevesebbek, rosszabbak, kevésbé szépek. Hogy több leszel tőle. Mert hogy fizikailag több vagy. Na tessék, például is egy vicc, érted? Ha magadra veszed, akkor így jártál, nem tudod értékelni. Jó, nem biztos, hogy mindenkinek vicces, de hogyha érted, szóval fel tudod fogni azt, hogy ez egy viccnek szánt dolog. Értéktelenek. És hogy ez miért fontos? Mondjuk, mert körülbelül 7-800 ezer ember követel öngyilkosságot a WHO, egészségügyi világszervezet. Oké. Beszéljünk erről is. Nyilván, amikor látod, hogy valakinek nagyon fáj az, hogy lekövérezed, és nem mindenki, szóval most én például olyan voltam, hogy engem egész életemben baszogattak azért, mert dagadt. Ezért az a baj, hogy tényleg én benne voltam ebben, és tudom, hogy milyen, amikor baszogatnak. Én teljesen átérzem, csak nekem van a mentalitásom, hogy mivel engem baszogattak egész életemben, középiskola 10. osztályáig azért, mert kövér voltam, de még mai napig kapom úgy, hogy már nem is volt kövér, de semmi baj, de hogy én olyan mentalitású vagyok, hogy dühös voltam magamra, meg az emberekre, és úgy voltam, hogy na most bemutatom az embereknek, kapjátok be, bemutatom nektek, hogy le tudok fogyni, és sokkal jobb leszek nálatok, mindannyiatoknál. Ez a mentalitás, de tudom, nagyon sok embernek nem ilyen a mentalitása, nagyon sok embernek olyan a mentalitása, magára veszi, és nem csak az embereket gyűlöli meg, akik mondják neki, hanem magát. Ezt magára veszi, és nyilván ilyenkor, amikor észreveszed, hogy valakit ez nem a bánt, akkor segíts neki, és mondd meg neki, hogy nem kell ezt ennyire magára venni, próbáld túl lenni rajta, és próbáld elvonni a figyelmét. Próbálj egy jó társaság lenni neki. Én nem tudom elmondani, mert rajtam sose segítettek, szóval én amikor kövér voltam, nem az az ember voltam, aki szarul érezte magát, és odajött egy ember, hogy jó, Kéni, nincs semmi baj, te jó vagy, ahogy vagy, hidd el, ezt majd megoldjuk ketten, hanem odajött egy másik ember, aki azt mondta, hogy ja, amúgy dagadt vagy, mi a faszért nem csinál semmit, miért nem mész ki az utcára, otthon csipszed szabálsz a gépen, hogy szobd le magad, miért nem mész, hogy csinálj valami sportot, vagy valami csinálsz nem magaddal amúgy. Szóval érted, én ez voltam, nem az, aki jaj, Geri, segíts, én nem ilyen snowflake dolgok között nevelkedtem, hanem olyan között, hogy csináld meg, mert amúgy meg egy gyökér vagy, és ennyi. Aminek közel a fele bántalmazás miatt van, ilyen például a body shaming, amit te is kommunikálsz. De a body positivity az még mindig az szerintem, aki születés, vagy olyan dolog, amit nem tud megváltoztatni. Az tényleg nagyon bunkosság egy olyan ember bántani, aki tényleg nem tud egyáltalán. Azt hihetem meg, hogy nem tudok a legnagyobb rajta, arca, az a csúnya lányoknak van. És nem értem miért. Ó. Az a csúnya lányoknak van. És nem értem miért. Sorry, ilyen például a body shaming, amit te is kommunikálsz.
Nagy pofájú, csúnya lányok. De azt figyeltem meg, hogy a legnagyobb arca az a csúnya lányoknak van. És nem értem miért. Tehát a legnagyobb arca azok a nőknek van, akik nem érdemlik meg, hogy bármi, hogy érted. Hogy nagy arcuk legyen. És ezt nem tudom, hogy ez a jelenség ez miért van, de tényleg. A legnagyobb arcú nők, akikkel én találkoztam életemben, az ilyen 10/2 volt az összes. És ilyen nagyra voltak magukkal, mit tudom én, meg így nézni. Ja, fasz. Tehát, ha csúnya... Elmondom előtte a véleményemet, mert elmondom a Vispárton előtte a véleményemet, hogy ne halljam a... A PC válasz, ugye a political correct válasz. Én nagyon szeretem a pontozást. Na mindegy, menjünk, ott tartottam, hogy nem hallgatom meg, hogy ne tudjam meg, mi a PC válasz, hogy ne befolyásol az enyémet, és elmondjam nektek az őszinte véleményemet. Szerintem ez azért van, hogy a csúnyább lányoknak nagyobb az arca, mert náluk próbálkoznak a fiúk nagyon sokat, és ez felbusztolja az egójukat. És utána ők is bunkók, ez az egyik oldal, van a másik, aki meg ilyen védekezésből bunkó. Mert ugye ez visszaköthetem, de az előbb mondtam, hogy a csúnya lányoknál próbálkoznak be többen, mert azt hiszik, hogy jaj, mert ilyen kis csúnyáska a lány, ezért bepróbálkozott nála, és hát könnyen meg tudom dugni, de amikor meg, képzeld el, van tartás abban a lányban, attól ugyanúgy, mint bárki másban lehet, és nem adja oda magát olyan könnyen, akkor anyád, akkor kap be, akkor úristen, csicska vagy. És akkor utána meg, amikor a csajára nemet mond, akkor jaj, hát miért van ekkora arca a csajnak? Erre jön vissza az, hogy a csúnya lányoknak szerinte, az, hogy a csúnya lányoknak nagy az arca, mert érted, a csúnya lányokat megpróbálják kihasználni. A jó csajokhoz meg nem mernek oda menni, érted, a bunkó ilyen srácok, mert... Na mindegy. Niki, és akkor elmondod, hogy miért, mert nekem is ez a tapasztalatom, hogy... Na mindegy, mondjátok. Kíváncsiuk, amúgy ez jó, mert legalább meg tudjuk beszélgetni. Látod, ez vitatkozás, majd amikor elkezdtek kurva anyázni, hogy kapjam be a faszbe, hogy hülye vagyok, akkor már átmegy abba, hogy veszekedünk, de addig nyomhatjuk. Én mondtam, hogy jó vagyok ebbe. 2 másodperc alatt ugyan fogtok menni veszekedésbe, és meg fogtok utálni, mint a szar. Mi számít csúnyának? Tétezzük fel, van egy lány, aki nem fürdik, büdös, nincsen higiéniája, ki van esve a foga 80%-a, a maradék is el van rohadva, zsíros a haja, nem foglalkozik vele korpás, a körmei szanaszét vannak rágva, az ujjai igénytelnek, a ruhái is koszosak, büdösek, csúnyán beszél, és ilyen gusztus, a stílusa is ilyen, érted, túrja az orrát, aztán megeszi, ez a csúnya lány. Az a csúnya lány, aki, hát ennyit tudtam most így felből sorolni. Most, és nem tudom, észrevetett, de nem tettem hozzá azt, hogy kövér. Keci, teked, ennyi maradt meg belőle, hogy zsíros a haja? Ennyi maradt meg. Na, Niki, szóval elmondod, hogy miért nincs igaz? Kíváncsiak a te oldaladra, mert te vagy itt az, aki egyetlen tud rendes véleményt mondani eddig. Neked ennyi maradt meg, én most elsoroltam, hogy ha nincs higiéniája például, és elmondtam, hogy mik azok a higiéniai pontok. Érted? Szóval nincs higiéniája az egyik pont, érted? És utána mondtam a személyiséget rá, mint például, amikor ocsmányul beszél, vagy viselkedik. Erre mondtam a csúnya beszédet, meg az, hogy túrja az órát, és megeszik például. Tessék, ezek, ettől ez csúnya egy lány, vagy egy nő. De most mondtam el egyébként, és annyi maradt meg, hogy zsíros a haja. Szóval nem véletlenül van az meg, hogy valaki, hogy sokan nem értik, hogy mit mondok, mert a 80%-át, vagy a 95%-át nem értik meg annak, amit mondok. Nem! Mi az, hogy más téma kerül, hogy csúnya meg a higiénia? Nem! Nem! Nagyon nem! Geci, hát akkor mi csúnya? Akkor mi? Hát geci, de hogy nem! Azt mondja, nincs köze a kettőnek, mert mi? Mert mi a fasz? Nem! Azért, mert tudsz változni. Pont az, hogy ez a lényeg, hogy azt mondja, hogy tudsz változni, nem azért vagy csúnya, mert nem tudsz rajta változtatni. Geci, mi köze van ahhoz, hogy tudsz rajta? Pont az ének, hogy a csúnyaságon lehet változtatni, érted? Azok olyan dolgok, mindenki tud szép, nincs olyan ember, aki ne tudna szép lenni. Ez a legfontosabb, pont ezért nincs olyan, hogy az a csúnya, akinek deformált az arca. Hogy lehetsz ilyen bunkó? Na ez a bunkóság, amikor ilyet mond valak. Mindenki tud szép lenni. Nincs olyan ember, aki ne tudna szép lenni. Mindenki, hogyha odafigyelsz magadra, mindenki tud szép lenni.
Hát jó, a higiénia hiány az mondjuk gond. Na, tessék, az első pipa. Nekem is volt ilyen rosszátásom, akit leírtál, eléggé volt a hangulata. Viszont szerintem arra is rátesz, hogy mindenki bántotta, és ilyenkor eléggé rossz a közelnek felé, nem tudod eldönteni, hogy meg akar bántani, vagy nem. Ilyenkor nyilván egy támadó mechanizmus az emberek, ha csak szart kapta. Én ezt teljesen át tudom érteni, most át tudom érezni, mert pontosan ebben a helyzetben voltam, nyilván ezt mondtam, hogy ez emberfüggő. Ha olyan ember, mint én, akkor ebből tud építeni, és ezért nekem van egy ilyen mentalitásom, és ezt nagyon sokszor elfelejtem, hogy azzal, hogy bántok valakit, és direkt úgy bántom, hogy tudom, hogy és tudom, hogy ha ezt nekem mondál valaki, akkor az fűtené bennem azt, hogy a megmutatom vágyat, és néha realizálunk, hogy nem, valakinek ez nem motiváció, ez valakinek bántás, és csak lehúzom vele, akkor így jár kell kalkulálnom, szóval igen, ezt mindenkinek észre kell venni, hogy most te bántod, vagy motiválod, ez nagyon fontos, hogy észrevétek. Vagy esetleg kicsit kevésbé dehumanizálóan, szofisztikáltabban megfogalmazva, kevésbé attraktív a külsőd, a megjelenésed, ami hozzátenném a világ legszubjektívebb dolga, de adott dolgokat nem érdemelsz meg. Kevesebb vagy, mint mások. De ha a társadalom állított a szépségideálok, vagy adott esetben ICE szerinti beauty standardeknek megfelelsz, privilegizált helyzetből indulsz. Bravo! Ez megint azért zseniális, mert ha az internet okozta agymosott világ miatt, aminek valószínű egy pontig én is sajnos a részese vagyok, elfogadom, amúgy sem érezted volna magad Victoria's Secret kifutó modellnek, egy újabb megerősítést kapsz. Téged bizony a külsőt határoz meg. Ez alapján érdemelsz meg dolgokat, és helyezkedsz el a képzeletbeli hierarchikus ranglétrán. Egyszerűsítve, ha csúnya vagy, szar vagy, ha szépnek születsz, tiéd a világ, határa csillagos ég. De talán a legrémisztőbb aspektusa ennek a videónak az edit maga, amit egy tizen pár éves néző csinált. Fekete-fehérre megszínezve, egy melankolikus zenét alávágva, egy real felirattal, mintha ez tényleg egy valós követendő gondolat lenne. A komment szekció egyetértéséről pedig ne is beszéljünk. Na ezt értem a kultikus követés és szekta jellegű istenítés alatt, amikor a két srácról beszélek, és ez egy a több száz, ha nem ezer ilyen videó közül. Egy bizonyos fokáig még azért tudom támogatni, mert hogyha tényleg valami olyan csinál a gyerek, az egy atyai pofor az nagyon helyre tudja terelni. Érted, mit mondok? Én is kaptam annól, anyámtól, érted, papucsal bejött bazzeg, tarkóra baszott a papucsal, tudod, rám kurt egyet a papucsal, olyat csináltam, visszaszájaltam neki, ezt kaptam a taslit, érted, a falatta a másik, a gyerekek, abból tanul legjobban a gyerek, bárki volt, érted? Abból tanul legjobban a gyerek. Wow, a családon belüli erőszak és gyermekbántalmazás legitimizálása való. De most bántalmazás azért megkapsz egy tasit azért, mert a csúlyán beszélte anyárnak. Az bántalmazásnak számít. Valamint érted? Szóval most azért, mert most én is most akkor most jelentsem fel anyámékat, mert egyszer adtak nekem egy tasit, vagy mi? Nyilván vannak olyan helyzetek, ahol nyilván nem agyon kell verni a gyereket, nem ezt mondom, de azért most haszik ki egy pofont, húha, ez csóri gyerek. Sőt, tudom, hogy a tanáram is feljelentem mindegyiket, aki pofont adott nekem, aki kulcssal dobált, ezt mindenket feljelentem most. Most, hogy mondjátok, inkább ezen menjünk. Van egy követendő példa, aminek srácok nélkületek is évről-évre egyre inkább nő a száma. De persze egy konfliktust egy igazi férfi erőszakolódra, hiszen ezen pofonból tanul legjobban a gyerek, írjátok fel. Most ez nem minden. Most egy iskolába, érted? Ott is az van, hogy bemész tanulni. Azt a nyuszit rajzoltam, ami úgy indul, mint egy fasz. És akkor pont, mert nyuszi lett volna belőle, a fasz részét látta és adott egy pofon, mert az a fasz. És érted, hogyha ott jött rosszal, akkor jön a körmös, érted? De úristen, Telekom! Aradban fegyegetések lesznek, jó? Megfegyítek mindenkit. Csak az a baj már nem lehetne, hogy a gyereknek már konkrétan nagyobb szava van, mint a tanárnak, azt a konkrétan a kis köcsög diákgyerekok. Persze most bocs, mindenki, ne vegyétek magatokra, de érted? Jól hallottátok, ez a srác pedagógusnak tanul. Pedagógusnak! Amúgy ez magány, valaki pedagógusnak tanul, még úgy is, hogy nincsen semmi motiváció rá, mert hogy nulla fizetése lesz és kurva szar. Tanárként én amúgy sosem értettem, hogy a tanár hogy tud befejíteni gyerek? Beszélsz órán, beírok neked, addig írok be neked, amíg ki nem rúgnak, érted? Kihívlak felelni, meg ilyenek, érted? Tudok szopatni. Mármint nem úgy, félre ne értsetek, nem olyan tanárnak ízé, hanem, hogy érted, meg tudod szivatni a gyereket, mert hogy csicska. És sosem értettem, hogy tanárt hogy lehet befenyíteni.
És már a diplomája készhezvétel előtt arról beszél, hogyan fogja a kiskorú gyerekeket fenyegetni, és a körmös hiányát hajszolja, ami, ha valaki nem tudná, egy újfent kiskorú gyerek kezére favonalzóval való ráverés, a.k.a. child abuse. Jó, akkor én child abuse survivor vagyok, csak mondom, mert ezt nagyon sokat kaptam, ezt, amikor vonalzóval így rávernek az ujjadra. Amúgy ez kajak child abuse. Most én belegondolt, össze-vissza szartam magam. Össze-vissza szartam magam, de érted, nekem is rendesen az a csicska nagy favonalzóval ütöttek rá, nem izé. Föcse, meg mondom, kulcsot dobtak fejbe, meg minden, kaptam, lehet azért lettem ilyen hülye. Amúgy, azért túlzásban azért nem kell vinni ezeket, mert látod, mit művel a gyerekkel. Csermen én nem voltam rossz kisfiú, miről beszélsz? És egyáltalán nem voltam rossz, az a durva, hogy egyáltalán nem voltam rossz, csak mindig én szoptam be. Azás, ami nem érdemeltem, egy bűncselekmény is voltam. A törvény mindig is tudtam, hogy hol álljam egyébként. Csak belevittek a rosszba. A.k.a. Child Abuse, Child Abuse Survivor, ami egy bűncselekmény, és a törvény elítéli. Túléltem a Child Abuse-t. De most például ezt mondjuk így a szemembe is mondanád, mondjuk így az utcán, így ezt felvállalnád ezt így 13 évesen, vagy érted? Hogyha beraknálak egy izé, beraknálak fogóba, érted, te soha nem nagyon kapnál levegőt, meg érted, a csontjaid nem nagyon élnék túl. Szóval, érted, azért egy ilyet, hogyha felvállalná nekem élőben, akkor tudnálak, akkor ezt tudnám tisztelni, de mit csinálsz, érted? Ha jól értem, itt épp arról beszél. Igen, arról beszél, hogy jaj, izé, csókolba tenni a gyereket, aztán de érted, ez tudom, hogy jaj, ne viccel, hogy jene, de érted, én érzem rajta, hogy ezt nem komolyan mondaná, nyilván nem fogja megfogni a fejét, így is, érted, nem fogja agyonverni a gyereket azért, viszont ez az első, a másik, meg amúgy nincs is az a baj, hogyha kicsit befejíted a kisgyerekeket az interneten, mert jöjjenek rá, igenis a gyerekek, főleg nekem itt a cseten, fú, mindjárt. Szóval jöjjenek rá a cseten, meg a videók alatt, meg mindenhol a kommentnek a kisgyerekek, hogy azért már az interneten írod, ugyanúgy emberek vannak, minden egyes komment, minden egyes videó, minden egyes dolog mögött az interneten, igazi emberek vannak. És a szavak, amiket mondasz, annak nyoma van, és ezek veszélyesek. És tétezzük fel, hogy nem kárjesnek mondanak ilyet, hanem egy rossz embernek, egy veszélyes embernek mondanak egy ilyet, akkor nagyon beszopják. És tétezzük fel, hogy kárjesi befényítésre, ugye elgondolkodik rajta a gyerek, hogy amúgy akarják, mi lenne, hogyha ezt nem mondanám így ki másoknak. Oké, nyilván nem mondod azt a gyereknek, hogy jó, agyonverlek, meg ilyesmi pont, ez a rossz része, csak hogy tanulja meg a gyerek azt, hogy azért, mert ilyet mond az internet, azért az interneten mondja, a gépbe beleírja, attól függetlenül az igazi emberek látják, és igazi emberek vannak a képek mögött. A 20 éves KDS hogyan tenné fogóba a 13 éves gyermek nézőjét, és törné el a csontjait, amennyiben őt pejoratív jelzőkkel illetné. Ja, szóval nem just chatting volt. Halló, hajdú, Miki! Hagyjuk mindenki megemészze. Van a just chatting! Konkrétan jó, beállítom, depresszióban, hogy tudja a faszod, ilyen nem létezik, hogy depresszió, ez fasság, azért fasság, mert egy férfiak dolgoznia kell, egy férfi ne legyen izé, ez olyan, hogy depresszió, hogy ez nincs, bevallom nektek, csak olyan van, hogy punci férfi. Ez nem tudom, ez most ilyen Andrew Tate videót nézett, és lefordultam magyarra, mert szerintem ez ilyen Andrew Tate, ez ilyen 1:1 Andrew Tate-ték. Erről nem fogok mondani semmit, de mit mondok? Mert erről nem akarok depresszió beszélni. Depresszió nincs, hogy punci férfi. Ezért én fogtam magam, és megittam a tegnap előtti live előtt egy energiaitalt. Olyan, hogy depresszió nem létezik, csak punci férfi. Orvosok által elismert hangulatzavar, melyben szenvedők egyébként 7-15%-a éves szinten megint csak öngyilkosságot követel, nem egy valós betegség, csak punci férfiak sokasága. A női nemi szervvel azonosítani a gyengeséget egyébként a hímsovinizmus ne továbbja. De jó, ne! Úristen, ez már azért... Azért, mert jaj, a puncihoz hasonlítani ezek az hímsovinista, mert jaj, mert a női nemi szerv az csak gyenge lehet. Úristen, ezt miért tudjuk elfogadni, hogy a punci az, érted, ez olyan, mint a buzi. Azért, mert a buzinak nincsen, az, amikor azt lebuzizol valakit, jaj, mi van, buzi vagy, az nem köze ahhoz, hogy meleg vagy, nem a szexualitáshoz van köze, amikor meg lepuncizol valakit, jaj, de punci vagy, annak már nincsen köze az igazi női nemi szervhez. Ezeket miért nem tudjuk felfogni? Fú, sosem értettem. Akkor az igazi kutya, mert a kutyákat szeretjük, a kutyákért a leghűségesebb állatok, az ember legjobb barátja már nagyon régóta, de lekutyázol valakit mégis fáj. Mert nincsen köze az igaz... Na mindegy. Férfi köré épített stigma a kedvenc jelenségem a videóban. Hiszen egy igazi alfa férfinek nem lehetnek érzelmei nehezebb pillanatai, csak helyzetek az életben, amikor egy punci. És még egyszer. Ezt százezrek hallgatják nap, mint nap. Pont az ilyen és ehhez hasonló emocionális elfolytások következménye a családon belüli erőszak és társai a nagy alfa hímek körében.
De az a durva, nekem ebben az egészben az a durva és szürreális, hogy az előbb néztem meg egy Forstner Csenge videót, és mind a kettejük ugyanúgy sminkeli magát, úgyhogy a Forstner Csenge az egy hölgy, Whisperton meg egy férfi. És nekem ez amúgy egy picit durva így belegondolni ebbe. És nem azért, mert hogy sminkelik magukat, mert jó sminkelik magukat, hanem azért durva ebbe belegondolnom, mert 100 évvel ezelőtt, és ez nem sok idő, a Whispertont azt lehet fejbe lőtték volna, érted? És nekem ez a durva. Így fejlődik, így fejlődik szépen a világ, érted? Nekem ez a durva. Nyilván itt burko. Jó, oké. Most mindenki... ...voltan, de annál tudatosabban és politikailag korrekt mód el lett hintva az utalás, miszerint a világ visszafele fel... Rengeteg, azt akartok, hogy rengeteg háttéke van ennek az Ice-nak amúgy. Kecs! Én ezt nem gondoltam volna. Ami na! Hogy ezek a témák hogy az anyámba jönnek fel? Keci! Kajak! ...hiszen én ezért a 21. században már nem kapnék golyót a fejembe. Röviden és tömören halált érdemelnék, mert szabadon szeretek. Itt megint az edukáció hiánya és a társadalmi normák által vezérelt birka gondolkodás sémája jelenik meg. Ugyanis dobálózhatunk történelemmel meg, hogy egy évszázada mi történt volna. De nagyjából 6000 évvel ezelőtt, Krisztus előtt 4000 környékén az ősi egyiptomi kultúrában például a férfiak fekete cicás szemet festettek maguknak, mert ez szimbolizálta a jólétet. Meg a római birodalomban az első században a férfiak púderrel világosították a bőrüket. Piros pigmentet használtak az orcájukra, disznózsírral és vérrel festették a körmüket. De az arcfehérítés Angliában Erzsébet királynő idejében is trendi volt a férfiak körében, ezzel kékfélűségüket szimbolizálva. A 18. századi 16. Lajos által inspirált extravagáns megjelenés normalizáló parókás minkes időszakról ne is beszéljünk. Szóval utalhatunk arra, mennyire elkorcsosult ez a mai világ, és régen minden mennyivel jobb volt, de akkor valóban menjünk vissza a gyökerekhez. Mert hogy amiről most te beszélsz, az egy világnézet, amiben valószínűleg te szocializálódtál. És ahelyett, hogy objektív... És látod például, ott van a gyökér szó? Semmi köze nincs a gyökerekhez. Mi? Ja, én tartom a fát a földben, vagy mi? Azért vagy a gyökér, vagy mi? Látod, annak a szónak sincs semmi köze az igazi gyökérnek. Az amint a köcsög. A köcsög is az egy váza. Mégis csúnya szó. Fogjuk már fel ezeket, létszik. Tekintenél a témára, egyenes következtetéseket levonva diszkriminálsz. Ja, és körülbelül 1930-tól kezdve Hollywoodban a filmipar, belőadó művész szektor, showbiznisz alappillére lett a tökéletes megjelenés idealizálása, ahol egy red carpet eventen még az általad valószínűleg igazi férfinak kikiáltott Ronaldo vagy Dwayne Johnson is minket kap. Oké. Jó az elfogadás, én nem azt mondom, de a túlzott elfogadás az már nem feltétlen jó. Tehát, hogy az elfogadás az nagyon jó, viszont az, hogy már mindent, tehát, hogy tényleg bármi lehetsz, ha akarsz, hogyha be akarod jegyezni magadat egy helikopternek, akkor az ID-ba, Amerikába bejegyeznek helikopternek, érted? Személyiségedet. Csak egy meggyőző szöveg kell hozzá, hogy te miért érzed magad annak. És szerintem ez már egy szintet átlép. Uff, valóban ez elég beteg. Csak hogy... Hát nekem ezek nekem elég beteg, amikor valaki azt mondja magára, hogy helikopter. Múltkor láttam egy ilyen klippet, egy Valorant klippet, ahol a csajra kiakadnak azért, mert egy lány karakterre azt mondta, hogy lány. Honnan tudod, hogy lány? Mi van, hogyha ez a kitalált, megrajzolt, meganimált karakter nem nőnek érzi magát? Ha? Akkor mi van? Neki is vannak érzései, tudod? A programban benne vannak. Fú, na ezzel van a problémáim nekem is. Ez azért már crazy. És nekem nem nincs, hogyha valaki ez emelt kiáll, hogy igen, igenis, annak a kitárt karakternek nem tudod az igazi nemét, akkor nem mondjál rá ilyet, akkor nyugodtan el lehet menni. Hello. Ilyen nem létezik. Az USA-ban az egyetlen plusz bejegyezhető gender az a non-bináris, és az sem mindegyik államban. Senki nem lehet repülő, de talán ami a legfontosabb, hogy te a magyar fiatalokra hadsz ezzel a szöveggel. Ja, abban... meg a másik, hogy bárki lehet nő. Érted? Bárki. Én lehetek nő. Mondhatom magam azt, én nőnek érzem magam, és hogyha én bemegyek, akkor a női WC-be, én leszbikus nőnek érzem magam amúgy. Ha? Bemertek a női WC-be? Meg leszbikus nőnek érzem magam, elmertek akkor a női sportokban versenyezni? Box? Ha? Boxolhatok női sportolók között? Ha? Én nőnek érzem magam, leszbikus nőnek. Akkor boxolhatok? Női... Kajak női súlyemelő! Kátá! Annyi pénzem lesz, mint az állat. Van az országban, ahol a transzneműek még csak a nevüket sem változtathatják meg az irataikban, ékei nem lehetnek önazonosan. Ez azért Norina azért. Tényleg sokat dolgozik, csak szerintem mondjuk káros, amit csinál. De mondjuk én ennyi pénzért se lennék meleg. Itt sajnos levág a videó, de amit Ice mondani szeretett volna az, hogy ő ennyi pénzért sem lenne meleg. A szexuális orientáció, tehát hogy kit szeretsz, nem egy kedvedre választható dolog. Ez nem...
Hát igen, pont ez a lényeg, hogy semmi pénzért nem lennék meleg, mert hiába van annyi pénz a világon, akkor se tudnék meleg lenni, mert ezt én érzem, nem a pénz alapján múlik. Szerintem ezzel pont, hogy nincs semmi probléma ezzel a mondattal. A semmi pénzért nem lennék meleg mondat, az ugyanazt jelenti, hogy semmi pénzért nem lennék hetero. Szóval nincs, szóval ez, én ezt érzem, nem a pénz határozza meg. Nyilván van annyi pénz, amennyiért érted, szóval na, nem vagyok buzi, de 5000 az 5000. Létezik ilyen póló, láttam, csak olvastam, ez egy mém, ezt nem azért remélem, nehogy értem valaki meg. Telekomat úgy látom, nem sértettem meg egyik erik mondatomban sem, szóval Telekom egy nagyon jó arc. Nem olyan, mint amikor kedre a kék, szerdára a piros kardigánt veszed fel, ma hetero vagyok, csütörtökön pedig panszexuális leszek, és nem, még akkor sem, ha cukros bácsi 2000 átutal 1 millió forintot a számládra érte. Kérdem én, Ice, mit? De akkor van nagyon sokan... Ezt alá tudom írni, hogy rengeteg hetero férfi lett meleg pénzért, meg rengeteg nő lett leszbikus sok-sok pénzért. Egy... 5 percig, de attól függetlenül abban az 5 percben érted. Annyira az inkluzív szeretet gondolatában. Mert hogy ez ennyiről szól. Élni, és élni hagyni. Kérdem én. Te tudnál meleg lenni? És a hype van, nem. Szerinted más heteroszexuális, akkor igen? Vagy vice versa? Szerinted, ha most lenne választási lehetőségem, én egy megbélyegzett, mélységesen diszkriminált kisebbséghez akarnék tartozni? Az országban, ahol egy azonos nemű párnak nem, hogy gyereke nem lehet, vagy házasodni nem házasodhatnak, de az utcán leköpik őket, ha feminimebb ruhát vesznek fel önkifejezés céljából. Tényleg ezt a heteronormatív narratívát kell erősíteni a felnövő generációban? És ha már heteronormatív narratíva... Júj, homofóbia. Ice és KDS elmondása szerint amúgy nem homofób, de így beszélnek a melegekről. Úgy nézel ki, mint egy kis buzi bazmeg. Mint egy kis köcsög. Mint egy buzi bazmeg. Hát kölyök, mint egy buzi, úgy nézel ki. Most, hogyha az lesz a háték, hogy azt mondta, hogy punci vagy, mert hogy úgy nézel ki, mint hogyha faszt szoknál, és ezért buzi vagy. Mert nekem az lesz a háttékem, most nagyon sok ember meg fog utálni, csúnya lesz, nem akarok bántani senkit, de érted, hogyha most én fiú vagyok, és nekem azt mondják, hogy például tényezzük fel, hogy van egy lány, akire azt mondják, hogy mit én, nyalja a fagyit, és nyalja a fagyit, és azt mondják rá, hogy úgy nyalod azt a fagyit, mint hogyha puncit nyalnál, ha úgy nézel ki, mint egy heteroszexuális férfi. Én nem sértődök meg azon, hogy valakit emiatt heteroszexuális férfinak hívtak, érted, szóval, hogyha... Szóval na, Lil Nas X-et honnan fogom megvédeni egyébként? Szóval, amit ő csinál, azt engedjük is el. Tehát erőszak, aminek amúgy sincs csak LMBTQ-el szenvedője. Látsz egy feminim csávót? Verd szét a lakást, törd szal rá az értéktárgyait. Vagy a szóban forgó ember koponyáját, mit számít az? Hát ő buzi. Ó, tényleg! Meg kell állítanunk a streamet, srácok! Meg kell állítunk a streamet! Telekom, ezt csak neked küldöm! Telekom, ezt csak is neked! Semmi más, csak egyetlen éjszakát! Igen, a Telekom! Szépen vagy a legszebb! 100 calories sounds like you're going. He can't carry it on his own. So Mark and Chandler set out to go all the way back to our original camping. Bro, triggering me. Table. Okay, let's direkt csinálja, bazd meg. És persze rólam is sokszor szó esik. Whisperton-t hívjuk fel. Ő mást is kinyitatta nekem. Seglukat? Keci. Szétfeszi. Én mondhatok egy Whispertonos viccet? Most ők mondtak egyet, hogy jaj, nekem is kinyithatna valamit, és akkor hallgassák, és mondhatok egy Whispertonos? Nekem nagyon a kedvenc TikTokom az, hogy most hiába bántó bárkinek is, nekem az a kedvencem, hogy milyen, tippeljük meg, hogy milyen finga lehet a népszerű embereknek, és a Whispertonnak az, hogy pá. Nekem ez a TikTok a kedvencem. Mert persze, ha én meleg vagyok, minden két lábon járó férfi lyukát ki szeretném nyitni, hiszen a mi életünk arról szól, hogy az ilyen hozzátok hasonló finom falatokra vadászunk, mint az éhezők viadalába, de itt az én karakterem nagyon szexualizál. Amúgy ebben a szempontból érted, hogy a férfiak amúgy általában jobban szoktak nyomulni amúgy, szóval ezért ebből a szempontból érthetőbb lehet, hogy a melegek amúgy nyomulnak, de érted, nem nyomulnak annyira. Szóval rám akár, szóval nyomult meleg férfi, az kultúrátlanul tette, de nyilván nem skatujázom be az embereket ebbe.
nem akarom részletezni, hogy hogyan nyomultak rám meleg emberek, buliba rácsaptak a seggemre, megmarkolázták a seggemet, meg ilyenek. Szóval nem. És viszont én kultúrát voltam, nem bántottam őket vissza, csak van, amikor visszaszólok, de én nem szoktam nagy balhét csinálni ebből, viszont na, nekem nincsenek jó ebből, én nem ezért a körben minden, nem minden meleg ilyen, fix, oké, rossz tapasztalatok, de tudom, hogy vannak ilyenek. A legkisebb gond. A gyűlöletkeltés... Főleg rám, érted? Három fejjel nagyobb vagyok, mint ő, meg 86 kilóval nehezebb, és még rám nyomul. Úgyhogy bepróbálkozik nálam, érted? Ó, Lin, tudja, jó pali vagyok, ezért rápróbál, mert megéri. Mert ha az az 1% esély, hogy én meleg vagyok, az megéri. Arra, hogy utána beverjek neki egyet. Mert igen, ez tudatos gyűlöletkeltés, valójában nem rajtam csapódik. Telekom, figyelj, mondom! Hanem azokon a gyerekeken, akik az iskolában a nézőitek által, akiket ti legitimizáltok a bullyingra, megszégyenítésre kerülnek. Ezek azok a gyerekek, akik nemhogy a szexualitásukkal, de általánosságban még önmagukkal sincsenek tisztában, és lehetne, hogy egy baráti társaság, de egy olyan családi háttér sincs mögöttük, ahol nyíltan beszélhetnének az érzéseikről. Közvetlen vagy közvetve, ezekre a gyerekekre vagytok hatással, és ezekből lesznek azok a gyerekek, akik aztán vonat elé lépnek. Szerintetek ez kinek a lelkén szárad? De egyet se féljetek, van, hogy a saját nézőket is eléri a határokat nem ismerő, rapid mód normalizálódó utálatuk, ha a követő nézőpontja a srácok vagy a toxikus maszkulinitás normáinak nem felelne meg. Azt kérdezem, sportolsz valamit? Flörtölj velünk, ki írját a cseten, te jó ég! Pingpongozok. Fú, geci. Profin! Én haladó. Mit csinál? Szerintem. Pingpongozik. Érted, tesó? Pingpongozol, bro! És még csak nem is profin! A világ legegyszerűbb sportját végzed, azt még csak profi se tudsz lenni belőle. Csak pingpong... De nem hiszem, hogy ezt felvettem van a kisgyerek, szerinted ez csak vicc, érted? Szerintem még ilyeneket, szóval ez most ez, érted, hogy ez szerintem annyira nem, szóval nyilván bántó, stb., de tudják, hogy ez csak vicc. Szerintem nem hiszem, hogy felveszi magára ezt a gyerek, érted, hogy szerintem nem a faszom tudja. De én nem tudom ezt, én annyira, mindegy. Hangozol is még csak nem is profin. Csak egy olimpiai sportágot gyakorolsz és gyerek létedre, mert hang alapján a srác nekem max 13 lehet, nem vagy benne tökéletes. Minek csinálod egyáltalán, ha nem vagy profi, sőt? Mert amúgy kezdesz vele mindenbe, hogy már profi vagy benne. Hát amúgy semmi értelme, nem? Elmondja, mi az oka annak, hogy sokan soha nem lesznek sikeresek? Mindenki nulláról kezd. Ahhoz, hogy valóban profi legyél, retek sokszor pofára kell esned. Újra és újra nem és újra, ugyanis ez elkerülhetetlen, ez az egyetlen út, amin keresztül fejlődhetsz. A saját hibáiból tanul legjobban az ember. Csak nyilván tökéletlennek lenni nem szexi, és a külső megítélésektől való félelem, a megfelelés kényszer, amit az ilyen videók által a fiatalokba ti is beleneveltek, inkább arra veszi rá őket, hogy bele se kezdjenek. Hiszen mi van, ha nem sikerül, hát a példaképpen KDS is azt mondta, ha nem profinűzöm, a szinte sportnak sem számító tevékenységem, és senki leszek. Na, nem kell minden viccet, érted, komolyan venni. Most egy vízbeton bemenne egy Comedy Centralos ilyen, vagy egy bármelyik ilyen stand-up comedy izéra, annyi trigger warningot kapna, érted, sokkot kapna csórim, mert annyi, szóval ezek viccek. És jó, jaj, ez ne viccelőd, izé, mit tudom én, akkor meg, na mindegy, ezek poénok, ezeket nem kell, van a humor, ami nem bántás, csak vicc. Hogy igen, és most magamhoz is beszélek. Elsőre nem fog menni. Na, menjünk végig a videó. Cringe, kellemetlen, ciki és béna leszel. Sokan ki fognak nevetni és gáznak Telekom, tartanak majd, érte. Telekom, ha majd köszönöm a végén, jól tudják, menjünk végig. Hiszel magadban, és gólorientáltan a külső zajt magad mögött hagyva, a célod van fókuszban, mintsem a destruktív kritika. A nap végén te leszel a nyertes. Argue with that, bitches. No, you fucking can't. Angol szavak. Na de nem baj, lehet a paralimpikonokat tisztelik, vagy várj csak. Peti, mit csinálsz, basszod? Mi csinálsz diktatúrát a csetünkből? De ne bánsd attól, hogy tolószékes vagyok, jó? Most az baj, hogy tolószékes vagyok, őszintén mondd el nekem. Nem, de melyik a diktatúra állni? Azt hiszem, nem vagy diktatúra, csak légy szíves, ne ide figyeljetek, most már elegem van. Valami miatt kompenzálsz, lehet azért, mert tolószékes vagy, mindenki telibe szarja. Ha hogy tolószékes vagyok? Igen, nagyon, senki, te baj. Az a baj, hogy kompenzálsz. Sajnálunk, tényleg nagyon sajnálunk, nem kell diktatúráskodni. Na ilyen ráálltak, amúgy az volt, nem is csinálják. Bajok lesztek, elszámolunk még. Aztán, jó van, kuruljál haza a tolószéketel. Jézus, nem geci. The gods will bless us. The gods will bless us. Tehát erre tényleg nem tudom, mit mondjak. Kurulj haza a tolószékeddel. Ilyet mondani egy testi fogyatékossággal élő embernek. Állítólag nem... Bár itt az volt az utókommunikáció, de ez a srác
bárki is legyen, ő valójában nem tolószékes. Habár az általa elmondottak alapján nekem nem úgy hangzott. Ez nem változtat a helyzeten, hogyan beszélnek egy nézőjükről, aki feltehetőleg fogyatékkal élő. De ez nem lenne elég, szerencsére edukatív storytime-okat is tartanak. Először egy ilyen megoldás. Kettő osztálytársam úgy gondolta, hogy milyen jó lesz majd engem rángatni, picit rugdosni, tudod, kicsit szabálytalankodni, mert én voltam a legnagyobb csibész a csapatban, én voltam a legnagyobb csibész az osztályban, én voltam a legjobb focista az osztályban. Olyan ideges lettem, hogy mondom, jó van, itt már nincs könyörület. Egyik gyerek elkezdett rángatni, megfordultam, egy ilyen söprő rugással, bam! Kisöpörtem a bokáját, érted, a talajjal így párhuzamos lett, szóval így pup, segre esett, mint a gyász, egy ilyen söprő rugástól, utána megfordultam, izomból, pak, 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 pak! Azóta jó barátok lettünk, szóval kell ilyen a fiúknak. Kell ilyen a fiúknak. Tudjátok, van ez a mondás, megdobnak kővel, dob vissza kézigránáttal? Legalábbis KDS nézőpontjából. Hogy lehet megint csak erőszakot, mint megoldást promotálni egy konfliktus kezelésére? Tisztában vagytok vele, mi folyik jelenleg körülöttünk a világban? Pont ez egyébként hozzátok hasonló elvet prédikáló férfiak miatt. Oké. Okay. A nők tárgyiasítása, konzervatív nemi szerepek behelyezése, amit ő a tradicionalitás számlájára ír, sem marad el az élőadások sorából. Tudod, mi a jó élet, amikor nem kell megtanulnod mosogatni, mert mindig van egy nő, aki elmosogat helyetted. Ez az élet célja nekem is. Ne kelljen tudni mosogatni, ne kelljen tudnom. Érted? Neki meg nem kell majd a pénzzel foglalkozni, érted, amit mondok? Ez a jó. Ez is ilyen erőtétesen hangzik. De amúgy, az egyet értek, hogy az jó élet, hogyha van egy nő, mert aki mosogat. Mert ki a faszomnak, ez ugyanolyan nő szempontjából is, és egy nő is azt mondaná, hogy ja, amúgy tök jó lenne, hogyha lenne egy férfi, aki inkább elmosogathettem, nem? Amit érted, nem azért mosogasson meg egy nő, hanem mert tök jó lenne, hogyha más vagy csinálnám, mert tök jó az, hogyha valaki más vagy csinálhettem. Ennyi igazából. De a maga az Andrew Tate-es dolog, hogy én megkeresem a pénzt, te meg legyél otthon, azt csinál meg a házi munkát, az nekem olyan nem tudom. Szerintem az tök szexi egyébként, nekem az kifejezetten bajon, hogyha valakin lát, nekem az a mentalitás, hogy akar pénzt keresni, nem az van benne, hogy jó, oké, leszek az otthoni nő, te meg csak keresd a pénzt, én, amilyen erős nőt, ilyen no, nem leszarom, hogy te sok pénzt keresel. Igen, nagyon jó, ezért szeretlek, mert ilyen mentalitás, nem azért, mert sok pénzt keresel, mert olyan mentalitásod van, de én is akarok, nekem nem te pénzed kell, nekem a sajátom kell. Én akkor is meg akarok állni a két lábamon, ha te nem leszel. Ha egyszer te elhagysz engem, reméljük nem lesz így, mert nagyon szeretjük egymást, de tétezzük fel, ha egyszer elhagysz, akkor is meg tudjak állni a lábamon. Na ez, ami nekem tetszik. Élet. Nem szimpelünk nőkért, nem nézünk nőket, ne el. Érted, tesó? Nekem nincs barátnőm, chat. Én nem is akarok barátnőt most. Én mosogatógépet akarok venni. Laura, meg még egy kis mosogatás, hátra van más, nem? Jó, most hozzáteheted azt is, hogy lehet azért mondta, de hát amúgy csak pont azt akar venni, érted? Most nem biztos, hogy ebből azt jöhet ki, hogy jó, a mosogatógépet akarok venni, ezért nem akarok barátod, mert akkor veszek mosogatógépet, és akkor az mosogató. Szóval érted, nem biztos, hogy ez van köze. Lehet, hogy csak pont, hogy hát most nekem nincs csak terve, most el vagyok magamba, most például azt tervezem, veszek egy mosogatógépet, érted? Most már szerintem az a bunkó, hogy összeteszed a kettőt. Nem azt mondom, ezek ki belőle. Ezek nem úgy néznek ki, mint amik el vannak mosogatva, jó? Úgyhogy az arra még ott csusszanjunk rá. Jó. Itt például egy 13-4, javítsatok ki, ha rosszul tudom, éves lány munkavégzését kritizálja, hiszen a nő dolga, hogy most főz, takarít. Hát pont, hogy kisen nem nő, meg nem biztos, lehet, hogyha Norman állt volna és azt mondja, hogy ha Normanka, mosogass el, mert apujék megkajáltak és neked el kéne mosogatni. Jó, nem, az child abuse, elfejtettem. Mert nehogy már ráerőltessem a gyereket arra, hogy a házi munkára. A gyereket? Hogy képzeled ezt? Te büdös faszopó állat. Börtönbe vele! Csöm, lőjék fejbe! Lőjék fejbe! Child abuse. Majd persze, házi munkát csinál a gyerek. Itt, ha nem éppen ő a mosogató. Ez az alsó polcos Andrew Tate jelenség pedig számomra annyira kisebbségi komplexusos férfi energiát sugal. Nem is beszélve azokról a tartalmakról, ahol állítólag ez a kiskorú lányt 20 éves felnőtt férfi létére szexuális kontextusba véleményezte újra és újra. Én ezeket a tartalmakat nem láttam, azonban igaznak vélem hinni, tekintve, hogy kering az interneten egy stream részlet, ahol ő maga beismeri, hogy valóban így volt és hibázott. Habár tudtam, ez sem önszántából, jóval inkább az ezt a témát feldolgozó videósok és az őt pedofilnak nevezett komment szekció hatására, és még így is az ártatlan kártyát kijátszva, miszerint ő csak akkor beszélt a kiskorú lányról ilyen témák kapcsán, amikor 150 nézője volt, és nem érezte mekkora a felelősség. Javítsatok ki, a rosszul gondolom, de szerintem egy 13-4 éves kislány sem egy millió ember előtt ne szexualizáljon egy felnőtt férfi. És itt az ellentmondás megint, ami számomra rettentő vicces, ugyanis lejártanám nektek újra ezt a klippet. Ne kelljen tudni mosogatni, ne kelljen tudnom. Érted? Neki meg nem kell majd a pénzzel foglalkozni, érted, amit mondok? Mindeközben Váci utcán, ahol vásárolgatnak,
az emberek csak nő van. A nők bemennek ebbe a boldog, bemennek abba a boldog, mit tudom én. Nem értettem, hogy ez miért van, baszod, de rá kellett jönnöm, hogy amíg a férfi az keresi pénzt, baszod a munkahelyén, addig a nő shoppingol. Keci! Tehát lefordítva, te mint nő maradj otthon a robotporszívó és mosogatógép szerepbe, pénzt majd a férfi keres, ez az ő dolga, de aztán nehogy azt gondolt, hogy a pénz, amit a férfi megkeresett, érted van, hát nem te dolgoztál meg, érted? Jó. Azt is nézzétek hozzá, hogy ez szerintem nem sokszor ő gondolta egyébként, hanem ilyen clip farming, tudod. Hogy mondjuk nagyon az Andrew Tate effekt, hogy mondjuk nagyon ilyen outrageous dolgokat, hogy mondjuk olyanokat, hogy úristen, a nők azok amúgy csak vásárolnak, a férfiak mert pénzt keresnek, de ez így is jó, mert a férfi az nem lehet depressziós, ő csak dolgozó, nem lehet punci, és ő elmegy dolgozni, és szerezi a pénzt, és a nő harcolja a pénzt, legalább nekem kell mosogatni, az az ő dolga. Ezeket kimondod, nézve mindenki róla beszél, minden erről van szó, te van a TikTok, mindenki róla van szó. A negatív reklám is reklám, és látod, attól függetlenül úgy bejön nekik. Érzitek az ellentmondás súlyát, és hogy ez mennyire nevetséges? Vegánok demiz. Csak hogy a gyűlöletkeltés minden aspektusát érintjük, a vegánok dehumanizálása is szintre lép. Oda van rárakva, a császár szalonna. Hát, tesó, erre én nem állok kész. Ez vegán! Csill, tesó, azért az a nyugi. Jól vagy? Erre nem volt szó! Hát, bazd meg, de nem kell dobálni attól, mi... Ez vegán! Biogrill csirkétől kezdve sima vagy vegán hamburgeren át, gluténmentes bucikon keresztül. Biztos, hogy a Tony 10... Vegán hamburger, ki a... Tudtam, hogy a Tony vegán. Nem csak, hogy b***, de még vegán is. Mert hogy egy férfi hússal eszik, a steak az egyetlen proteinforrás, meg amúgy is punci dolog egy vitaminokban gazdag saláta. Habár kismillió kutatás támasztja alá, hogy vegánként is legalább olyan tápértékben dús étkezést, hanem jobbat lehet folytatni, mint húsevőként. Millió fehérje forrás közül válogatva, például szejtán, tofu, edamame, bab, lencse és így tovább. De azért álljunk bele és illessük pejoratív jelzőkkel azt, aki erről máshogy gondolkozik, mint mi, csak hogy teljes legyen a kép. Most is éppen visszatartom, hogy a chatnál hallja azt, hogy plot twist, én nem vagyok vegán. A két srác karakter fejlődésében a legszomorúbb az a mélységes nézettségért, sikerességért és pénzért folytatott abszurd személyiségtorzulás, ami talán bennük még csak nem is tudatosul. És hogy értsétek, ez volt Ice. Mi? Az, hogy befingottam? Mert az emberek nem fíghatnak? Mi? Azért, mert férfi vagyok, nem fíghatok? Ja, mert igen, a nők azok, meg a férfiak nem pukizhatnak. Hát, kölyök, mint egy buzi, úgy nézel ki. Vajon valóban a morális értékei változtak meg ennyire drasztikusan? Vagy egyszerűen csak a dráma szítása, a mindenbe és mindenkibe való belekötés, gyűlöletkeltés, nőgyűlölet, body shaming, kimsovinizmus és társai jobb elérést generálnak? Jelenleg ott tartunk, hogy ez a két srác akkora platformra tett szert, hogy világmárkák ezt a kommunikációt szponzorálva állnak be mögéjük átvitt értelemben és anyagilag is. Illetve az ország legnagyobb tartalomgyártói hívják meg őket saját podcastjaikbe és különböző műsorokba. Adhatunk teret jó szívvel egy ilyen romboló jelenségnek. Én értem, hogy ezek rövid kivágott klippek, és ők azzal takaróznak, ezt csak poénból csinálják, de ez nem invalidálja a mondani valójuk tartalmát. Kérdem én, meddig tud vajon fajulni ez a lavina, amit ők elindítottak, és mennyi idő kell ahhoz, hogy a világnézetükkel átformálják a mai fiatalok gondolkodását ezzel egy rettentő sötét jövőképet alkotva? Őszintén kíváncsi vagyok a véleményetekre, akkor is, ha esetleg nem értetek velem egyet. Srácok, tőletek pedig annyit kérek, ez a videó legyen egy kis önreflexió és reality check. Meg igazából nem ők állítják be, szóval igazából a világon se érted. Most az Andrew Tate-es dolgok már, ezek már indultak, érted? Szóval, ha ők nem csinálják, akkor máshogy is elindult. Szóval ők is onnan ezt látták, érted? Szóval, hogy ez már elindult, most ez nem csak rajtuk buli. Hozzáteszek, azt nem mondom, hogy nem teszek hozzá, nem akarom elmenni, de az is túlzás, hogy azt mondom, hogy csak miattuk van, érted? Hogy milyen súlya is van annak, amit ti valójában csináltok. Sziasztok!